Mind csak a felesleges halmozásra a pániktolódnak a szakemberek. Nem mondtak le foglalást, aki befizette, utazik. Kulti klub nyit a város új szórakozó helye. Jó estét kívánok, ez itt az Aktuális február 27-én. Pánikra nincs ok, de odafigyelésre szükség van a koronavírus miatt. Bár hazánkban még nincs fertőzött, mégis sokan elkezdtek tartós élelmiszert vásárolni a koronavírus európai terjedése miatt. A szakértők szerint semmi ok a felesleges felhalmozásra, a hazai áruházak ki fogják tudni elégíteni a keresletet a következő időszakban is. Az elmúlt napokban megnőtt a kereslet a tartós, hosszantárolható élelmiszerek iránt, több gyógyszertárban és drogériában pedig még mindig hiány van a szájmaszkokból és kézfertőtlenítőkből. Az ellátási láncokban valóban lehetnek zavarok a koronavírus miatt, de az áruházaknak több beszállítói forrásuk van, az esetek többségében pedig a hazai termelők szállítják a termékeket, akiknél zavartalan a termelés. A szakértők szerint a következő időszakban sem lesz gond az ellátással, elegendő élelmiszer lesz a boltokban. Lehetnek szorványos esetek, ahol elfogy egy-egy áru, de általánosan nem válik a helyzet. Hívja fel a figyelmet az Országos Kereskedelmi Szövetség. Az Európában egyre terjedő koronavírus hírét sok magyar komolyan vette, ugyanis többen kezdtek felhalmozásba. Gyöngyösen azonban nincs pánik, a lakosok többsége egyelőre nem költ többet élelmiszerre. Nem félek mondjuk az egésztől. Biztos, hogy van alapja is, de nem szoktam. Akkor nem vásárol be többet, nem spolytom. Ezek ilyen minden nap. Mindig valami kifogy, akkor szoktam venni. Hűtőm az annyira teli van, hogy bármikor tudjak főzni, de nem készülök semmi koronavírusra, meg ilyesmire. Én nem vásárolgatok, nem érdekel. Komolyan, nem zavar. Egészséges vagyok, kész. 76 leszek nem sokára. És akkor itt vagyok, izgik, mozgok, mert sportoltam. A koronavírus Magyarországon még a hivatalos adatok szerint senkit sem fertőzött meg. Érdemes azonban odafigyelni és elővigyázatosnak lenni, de semmiképp sem kell pánikot kelteni, hiszen baj csak akkor lehet, ha már nem lehet követni, hogy ki a fertőzés forrása. Nehéz megjósolni, mely országok maradnak veszélytelenek a koronavírus miatt, ezért egyelőre az utazási irodák sem tudnak biztos úti célt ajánlani. A Magyar Utazási Irodák Szövetsége azt javasolja az irodáknak, hogy rugalmasan kezeljék az utasok igényeit, és ajánlják fel az út elhalasztását, átszervezését. Több telefont kap ez az utazási iroda, 10 telefonálóból 3 biztosan a koronavírus és az utazási feltételek felől érdeklődik. Sokan gondolkodnak, hova is érdemes utazni a nyáron, azonban azt, hogy mely országok maradnak biztonságosak, senki nem tudja. Nem tudjuk, hogy éppen a vírus hol fogja a következő héten felütni a fejét. Bármelyik úti célt természetesen, ami nem a veszélyeztetett országokba vonatkozik, fölajánljuk, katalógusokat tudunk adni az utasoknak, természetesen a döntés joga mindig náluk van. Az iroda nem panaszkodik, sok a foglalásuk a nyára, sőt már őszre is. Leginkább Törökországot, Görögországot favorizálják az utasok. Olaszországban is vannak foglalások, a vírus miatt eddig senki nem mondta le az utat. Megtehetik egyébként, de ha valaki azért állna el az utazástól, mert aggódik a vírus miatt, a foglalás összege nem jár vissza. Olyan biztosítás nincs, ami kifejezetten a koronavírusra vonatkozik. Annyi tájékoztatást tudok ebben az ügyben adni, hogy amennyiben az adott ország nem fogja tudni fogadni a vendégeket, illetve lezárja a határait, abban az esetben már a megkötött biztosításoknak a díja visszajár. Hordós Balázs is hasonlóképpen járt, ő még novemberben foglalt repülőjegyet és szállást Dél-Kelet-Ázsiába, Burmába. A múlt héten repültek volna, már több védőoltást is beadatott magának, az utazást azonban keresztül húzta a terület fertőzöttsége. E-mailben értesített a légitársaság, hogy törlik a járatot. Megindokolták, hogy miért? Hát a koronavírus miatt abszolút. A tájékoztatás szerint a repülőjegy árát 2 hónapon belül visszautalják. A Magyarországgal szomszédos országok közül eddig Ausztriában, Horvátországban és Romániában diagnosztizáltak koronavírussal fertőzött szemét. A legújabb információk szerint már több mint 82 000-en betegedtek meg, és 2763-an haltak bele a vírusba.
A betegség miatt megszakították a velencei karnevált, és ha súlyosbodik a helyzet, akár az idei olimpia megrendezése is veszélybe kerülhet. És egy fapados légitársaság is ma jelentette be, hogy márciustól több hétig biztosan törli Olaszország járatainak egy részét. Vérnyomás csökkentők, gyulladás csökkentők, HPV elleni védőoltás. Egyre több gyógyszerfajta hiányzik a patikákban, van, hogy több hetet is várni kell egyes készítményekre. Ennek több oka is lehet a szakemberek szerint. A legváltozatosabb hatáskörökből, tehát vannak különböző vérnyomáscsökkentő, különböző gyulladáscsökkentő, úgyhogy igazából ezt nem lehet így bekategorizálni. Széles a skála az átmenetileg hiányciknek számító gyógyszerek esetében. A hiába keresett készítmények listája olykor patikánként változhat, így érdemes több helyen is érdeklődni a szakemberek szerint. Azonban egyes pirulákból vagy védőoltásokból olykor országos szintű az ellátási hiány. Mivel több oka is van annak, hogy miért hiányzik valami, ezért ugye mindig meg kell vizsgálni, hogy mi a háttere ennek. És például az lehet az egyik, hogy az Európai Gyógyszerhatóság a gyógyszerhamisítás ellen bevezetett egy új intézkedést, mégpedig egy új datamatrix kóddal kell ellátni a gyógyszereknek a dobozait. Minden egyes doboznak egyedi azonosítója van, amithez ugye az egész gyártósort módosítani kell, hogy ezt a kódot rá tudják nyomtatni a dobozra. Ezért tapasztalhatjuk, hogy egy időre leáll bizonyos gyógyszerek forgalmazása. A kóddal történő ellátás után azonban ismét elérhető a termék. A gyógyszervizsgálatok hatására változik a vényköteles gyógyszerek köre is. Van olyan fájdalomcsillapító és lázcsillapító, amit február közepétől már recept nélkül is megvásárolhatunk, de van olyan nem szteroid típusú gyulladáscsökkentő, amit májustól csak orvosi rendelvényre adnak, tudtuk meg a szakembertől. Ami most a legnagyobb újítás, az az, hogy a metamizolnátrium tartalmú gyógyszereknek a bizonyos százaléka vény nélküli készítményé vált, ilyen például az algopirin is, ami esetleg közismert lehet, és ehhez már ugye ezen túl nem szükséges majd vény, illetve május 1-től várható egy nagyobb változás, mert a 600 mg vagy annál nagyobb hatóanyagtartalmú ibuprofén készítmények, például az Algoflex, vagy az Ibumax, a Dolgitmax, ezek vénykötelesek lesznek. Az átmenetileg hiányzó gyógyszer, ha helyettesíthető azonos hatóanyag tartalmú készítménnyel, azt felajánlja a patikus, ha viszont ez nem lehetséges, mindenképp a szakorvossal kell új receptet íratni. Megnyitja kapuit szombaton a Gyöngyösi Ifjúsági Szolgáltató és Tanácsadó Iroda által létrehozott Kulti Klub a város új szórakozóhelye. Minden hónapban terveznek nagy koncertet, de lesznek e-sport rendezvények és különböző beszélgetések is. Az új közösségi tér is fejlődik, hamarosan újabb játékokkal és eszközökkel bővül a három iroda. 15 négyzetméteres LED fal, 16 mozgófejes fény, 5x7 méteres színpad. Az utolsó simítások zajlanak a szombaton nyitó új szórakozóhelyen. A Kulti Klub első fellépője Péter Fibori lesz, de minden hónapban terveznek nagy koncertet, sőt más eseményeket is. Március 12-én lesz egy influencer beszélgetésünk Trunk Tamással, aki hozzátéve, hogy elég fiatal, 17 éves, ő magyar olimpikon síelő, és az Z-generációról fog majd beszélni, hogy hogyan értsük meg a fiatal generációt, illetve e-sport rendezvényt fogunk majd itt szervezni az aulában. Klenovics Patrik azt mondta, ez nem csak egy szórakozóhely lesz, hanem egy otthon is a fiatalok számára, ahol bármikor találkozhatnak. Ezek a képek tavaly decemberben készültek. Akkor festették az új közösségi teret, amely új bejáratot is kapott és külön nyitvatartással rendelkezik. Napokon belül több játék is helyet kap itt, amelyeket bárki kipróbálhat. Érkezik a 10 babzsákunk, és jövő héten érkezik meg minden elektronikai szerkezet, hozzátéve a PlayStation 4 Pro, a számítógépek, az iPad, projektor, minden, és akkor már teljes gőzzel fogunk haladni. Klenovics Patrik hozzátette, a GITI célja, hogy kulturált körülmények között szórakozhassanak a diákok, és minőségi időt töltessenek egymással. Intézménylátogatással egybekötött játékos délutára invitálták az iskolába készülő nagycsoportos óvodásokat a Felsővárosi Általános Iskola diákjai és pedagógusai. A program célja elsősorban az, hogy mind a szülők, mind pedig a gyerekek megismerhessék az intézményt és az ott dolgozó tanárokat.
Így kezdődött a Felsővárosi Általános Iskolában az intézménylátogatással egybekötött játékos délután. A program célja elsősorban az volt, hogy a leendő első osztályosok és szüleik megismerhessék az intézményben tanító pedagógusokat. A legjobb, ha az adott helyszínen, az adott körülmények között tájékozódnak a leendő iskoláról, illetve itt ismerik meg a helyszínen a tanítónéniket, valamint az ő személyiségüket, itt ismerik meg, hogy milyen program szerint próbálják meg a leendő elsősöket bevonni a munkába. Minden szülő a legjobbat szeretné gyermekének, nincs ez másként az iskolaválasztással sem. Az óvodából kikerülő leendő első osztályosoknak és szüleiknek fontos a megfelelő iskolai környezet. Markóni Jakab Emőke is azért látogatott el gyermekével az eseményre, hogy tájékozódhasson az intézményről. Szeretnénk tájékozódni az iskoláról, megismerni a tanítónéniket, megtudni egy-két szót. Nem tudom, választanunk kell iskolát, és legjobb döntést szeretnénk meghozni. A farsangi állarcok elkészítése után a gyerekek szüleikkel együtt az iskola tornatermébe mentek, ahol sportfoglalkozással folytatódott a program. A Magyar Labdarúgó Szövetség Heves megye igazgatóság által szervezett műfüves nagypályás labdarúgó bajnokság elődöntőjében az Energia SC hazai pályán a Heves csapatát fogadta. A mérkőzés érdekessége, hogy mindkét csapat jól ismeri egymást a megyei első osztályú bajnokságból is, ahol ősszel a hevesiek nyerték meg a bajnoki mérkőzést. Ősszel 1-0-ra tudtunk nyerni otthon. Én azt gondolom, hogy két hasonló képességű csapatról van szó. Ők is azért télen erősödtek, ahogy olvastam, mi is volt nálunk is, volt változás a keretben. Jövő héten már bajnoki, tehát azért most már azért élesnek kell lenni. Én is kíváncsian várom, hogy mire leszünk képesek ma. A gyöngyösi oldalon Nagy Gábor edző elmondta, jól sikerült a télre tervezett felkészülés, melynek eredménye az is, hogy most az elődöntőben van a csapata. Szeretnénk eljutni a első helyért játszandó mérkőzésig, ha már ugye sikerült eddig eljutnunk, és annyiban szerencsés volt ez, hogy így már tudtuk, ugye, hogy a héten akkor két gyakorló mérkőzésünk még biztos. Az előző hetek ellentétben. Én azt gondolom, hogy ezen a felkészülési időszak alatt, amit szerettünk volna megvalósítani, annak a legtöbb részét azt úgy néz ki, hogy sikerült. Talán ennek is köszönhető ez az eredményesség, bár igazából szerintem ebben az időszakban nem is ez a lényeges, mint amit szombaton is mondtam, hanem az, hogy mit kapunk vissza a pályán. Az, hogy az eredményességgel párosul, ez nyilván ez egy plusz dolog. A gyöngyösi elődöntőben sokáig 0-0 volt az állás, majd Marosi a hajrában gólt szerzett, és ez az eredmény már nem változott. Egerben a Gyak felsőtárkány mérkőzésen Hajszára ugyanez történt, így a döntőt szombaton Egerben a két gyöngyösi csapat játszhatja majd egymás ellen. A bronzmérkőzést a Heves a felsőtárkány ellen vívja majd. Jövő hétfőn elindul az azonnali fizetési rendszer, amellyel már nem csak a hosszú bankszámla számokat megadva, hanem másodlagos azonosítókra, azaz telefonszámra, e-mail címre is küldhetünk majd pénzt. Ehhez azonban regisztrálni kell majd az azonosítót a számlához. A Magyar Nemzeti Bank felelős ügyvezető igazgatója elmondta, a számlavezető bank felé külön jelezni kell, ha másodlagos azonosítót szeretnénk megadni, azt viszont már a bank határozza meg, hogy ezt milyen módon tehetjük meg, illetve azt is, hogy ezért felszámol-e valamilyen díjat. Az idén januárral záródó három hónapos időszakban a munkanélküliek átlagos létszáma 160 ezer, a munkanélküliségi ráta 3,4% volt, az egy évvel korábbihoz képest 9,5 ezerrel, illetve 0,2%-ponttal kevesebb, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az aktuális végén pedig főbb híreink még egyszer röviden. Nincs csak a felesleges halmozásra a pániktolóknak a szakemberek. Nem mondtak le foglalást, aki befizette, utazik. Kulti klub nyit a város új szórakozóhelye. Ez volt az aktuális február 27-én, híreinket visszanézhetik a www.gyöngyöstv.hu oldalon, de érdemes követni a Facebook oldalunkat is. Köszönjük a figyelmet, kellemes estét, viszontlátásra!